Magyarországon az elmúlt 5 évben több változás történt az államigazgatásban, aminek célkitűzése a szakigazgatási szervek működésének összehangolása volt. Ennek részeként indult a kormányablak program is. Az egyablakos ügyintézés jól működött, ezért is döntöttek úgy, hogy később országszerte közel 280 hasonlót hoznak létre, annak érdekében, hogy minden járási székhelyen és nagyobb településen gyorsabban és egyszerűbben intézhessék ügyeiket a lakosok. Az új típusú kormányablakok az azt jelenti, hogy egyablakos ügyintézésnek kb. 400 ügyet már érdemi módon itt el lehet intézni, és nagyon nagy előnye ugye az informatikára épül, az ügyfélkapura, de ha valaki ezt nem ismeri és személyesen behozza a papírokat, és más szakigazgatási szervnél kellene elintézni, akkor nem az állampolgárt, az ügyfelet küldözgetjük, hanem maga a hivatal küldi el, elintézik, visszajön, és a kormányablakba az állampolgár átveheti az elintézett ügyet. A kormányablak munkatársai 350 ügykörben tudnak eljárni, ez a száma tervek szerint másfél év múlva 2000-re nő majd. Legutóbb Rakamazon adtak át kormányablakot, így ma már 7 működik a megyében. Ezzel a számmal országos szinten is Szabolcs megye a legeredményesebb. Minden héten tartunk egy kormányzati szintű értekezletet, ahol minden megye beszámol a kormányablakok kialakításáról, az átadások várható időpontjáról, és mi megyei szinten az élbolyban az első helyen állunk az átadások ütemezését tekintve, tehát a fizikai kivitelezésre gondoltam. A rakamazi kormányablakban 6 munkavállaló dolgozik. 4 úgynevezett front office munkát fognak ellátni, tehát az ügyfelekkel közvetlen kapcsolatban lesznek, 2 pedig a 6 munkatárs közül úgynevezett back office, tehát háttérmunkatársak lesznek. Én úgy gondolom, hogy a rakamazi okmányiroda, amelynek a bázisán felépült és kiépült ez a kormányablak, eddig is nagyon sok környező, illetve településen élő állampolgárnak az ügyeit intézte. Ezek természetesen okmányirodai ügyek voltak. A kormányablak átadásával az intézendő ügykörök száma jelentősen megnő, úgyhogy várható, hogy az ügyfélforgalom is meg fog nőni. A kormányablakoknál a legjellemzőbb a személyi okmányokhoz kapcsolódó és a hasonló államigazgatási ügyek intézése. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kiemelkedő számban vannak a családtámogatási kérelmek, a nyugdíjkérelmek és az egészségbiztosításhoz kapcsolódó ügyintézések is.